Ilyen állapotban volt a vármegye háza tetőszerkezete az elmúlt években. A 133 éves ikonikus épület felújítása nem várhatott tovább, hiszen az kisebb vagy nagyobb mértékben több alkalommal is beázott nagy esőzések alkalmával. Ez pedig már a tető felújított, festett alumínium lemezes változata, amely a korábbi formákat megőrizve nyújt biztonságot a következő évtizedekre. A felújításra 500 millió forintos állami támogatást kapott a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal. Román István főispán beszédében hangsúlyozta, a vármegyeháza történelme kötelességet jelent a mai élők számára, hogy gondozzák és korszerűsítsék az épületet. Mi, kései utódok, hálásak lehetünk érte, hogy egy ilyen csodálatos épületet kaphatunk örökül, jó szívvel teszünk annak eleget, hogy a ránk bízott örökséget megőrizzük. A korábban számos helyen beázó tetőszerkezet megújításával megelőztük a további állagromlást, így mi magunk is hozzájárulhattunk ahhoz, hogy ezt az egyedülálló építészeti és vármegyetörténeti hagyatékot megőrizhessük. Nekünk, akik nap mint nap idejárunk, sokkal többet jelent ez az épület, mint csupán a munkahelyünket. Az Apár Ignác tervei alapján épült vármegye háza több lépcsőben újul meg. A tetőszerkezet cseréjét követően hamarosan energetikailag korszerűsítik az épületet, majd kívül és belül is felújítják azt. Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke arról beszélt, az értéktárban is szereplő műemléképület még inkább dísze lehet a városnak és a vármegyének. Nagyon örülünk annak, hogy most sikerült egy első lépést megtennünk, és ezzel is azt a történelmi örökséget, azt az hagyatékot, amelyet az őseink ránk hagytak, hiszen Apár Ignác tervei alapján készült el 1892-ben ez a megyeháza épület, amely a mai napig is rejt olyan építészeti remekeket és olyan építészeti újdonságokat, mondjuk, hogy éppen a fűtésrendszerre gondolunk, amely tényleg meghatározó és egyedi. Tehát ezt az épületet, amely ugye a hősök terének egy meghatározó épülete, ezt természetesen szeretnénk, hogyha abban a pompában láthatná a közönség, és lenne éke, nem csak Nyíregyháza megyei jogú városnak, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyének is. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár kiemelte, az épületek felújítása mellett arra is büszkének kell lenni, hogy az elmúlt évtizedben az ügyintézés rendszere is hatalmasat fejlődött az átalakításoknak köszönhetően. Ez a munka ez 2011-ben elindult, a magyar kormány ezt elindította, és talán észrevétlenül is abból a szempontból, amekkora volumenű átalakítás zajlott a területi közigazgatásban, azt kell mondjam, hogy a kiegyezés óta nem volt olyan óriási mértékű átalakítás, amelyet most szinte észrevétlenül 12 év alatt a magyar területi közigazgatásban végrehajtottunk, azzal, hogy a kormányhivatali rendszert életre hívta, 11-ben a kormányzat, 13-ban a járási hivatali rendszert, majd a kormányablaki rendszert kiépítette. Ma Európában nincs még egy olyan ország, ahol ilyen színvonalú területi közigazgatási kiszolgálás lenne, mint a magyar kormányablakokban. Az új tetőszerkezet átadását az államtitkár által is aláírt emléklap örökíti meg, amelyet a padlás feljáró melletti mestergerendán helyeznek el.